A nyári kánikulában nem csak a strandok népszerűek. A Parajdi sóbányában naponta több ezer ember jár hűsölni, gyógyulni és szórakozni. Sorban állnak a turisták, hogy lemehessenek a Parajdi sóbányába. Nyári szezonban 5 busz folyamatosan szállítja a látogatókat, ilyenkor átlagosan 5-6 ezer ember fordul meg itt naponta. A bányában nem csak a sós levegő jótékony hatása, számos program is várja az érdeklődőket. Akik járnak kezelésre, azoknak a napi 4 óra nagyon nehezen telik el, hogyha nincsen elfoglaltságuk, és ezért nagyon jó, hogy van egy szórakozási lehetőség. Az elmúlt 10 évben nagyon sok fejlesztést végeztek, játszóterek, kalandpark épült, ami önmagában is számos látogatót vonz. Évek óta járunk a sóbányába, először óvodáskorában kellett jönnünk nagyon sok légúti betegség köhögés miatt, most pedig már annyira megszerettük a bányát, az ugrálót, mindenféle szórakozási lehetőséget, hogy most már kettelésből jövünk. A látogatók többsége belföldről vagy Magyarországról érkezik, de az utóbbi években egyre több a nyugati turista is. Jó látni, hogy átalakították ezt a föld alatti teret. Van játszótér, a gyerekek játszhatnak, mászhatnak. Van templom, torna, mindenki számára van valami. Az elmúlt hetekben nagy botrányt kavart a kalandpark bezárása, amelynek helyzete jelenleg is tisztázatlan. Működési engedélyüket viszont 60 nappal meghosszabbították, így a gyerekek kedvükre mászkálhatnak 120 méter mélyen a magasban.